Mivel egy leülős koncert lesz, én is leülök, nem akarom szétbarmolni a mikrofon szettet. Sziasztok, Megveremi Márk vagyok, az Európa.hu házigazdája, és üdvözöllek benneteket itt az Európa.hu szezon záró bulián. Nagyon-nagyon örülök annak, amikor ilyen sokan vagytok. Az a kérdés, hol voltatok eddig? Gyertek jövőre is, ilyen sokan. Na és hát ugye az én feladatom az, hogy fölkonferáljam a ma esti fellépőinket, az Anna Barbies triót. De hát az a kérdés, hogy ki az, aki nem ismeri az Anna Barbies-t? Itt aki csak véletlenül pottyant be ide, és fogalma sincs, hogy hova jött. Hát ő majd kérdezzen körbe, hogy akkor hova jött. Én azt gondoltam, hogy nem fogom itt a mindenki által ismert dicsőségeket magasztalni, hanem inkább arról beszélnék nektek, hogy mitől lesz ez a mai koncert különleges. Hát attól lesz különleges, hogy egy ilyen leülős, rockrepülős koncertnek nézünk elébe, ami kicsit kevésbé lesz duhaj, és egy kicsit kevésbé lesz vadulós, viszont így sokkal inkább teret ad majd a dalszövegeknek, és az azokban rejlő mélyebb gondolatoknak, és egy kicsit más aspektusból ismerhetitek meg a bandát. Legalábbis ez áll a papíron, én viszont azt gondolom, hogy ha valaki mégis duhajkodni akar, akkor nyugodtan tegye meg. Úgyhogy köszöntsük nagy szeretettel az Európa.hu színpadán, az Európa.hu Barbies triót! Szép jó estét kívánunk mindenkinek, nem is gondoltuk, hogy ennyien eljöttetek ma este, és itt letettünk egy pár széket. Úgy nézem, hogy a széketlenek kicsit többen vannak, mint a székesek, úgyhogy hát kérnénk először is fröccsöt, hogyha lehet. Ezek nekünk mindig a jól viselkedős koncertjeink, és mindig az első 10-15 percben így bele kell jönni abba, hogy mi nyugton maradunk és jól viselkedünk. Ki volt már Anna Barbies koncerten, amilyen ülős, mi googolósnak hívjuk, googolós akusztikus koncert? Jó, hát azok a szabályok, hogy megint itt sincsenek szabályok, úgyhogy amikor szeretnétek elkezdeni zülleni, akkor úgy belülről, tehát amit diktál így a helyzet, nyugodtan lehet mocorogni, lehet tapsolni, kiabálni, meg a szokott arcramászásos gyakorlatokat elvégezni. Mit is mondott a fiatal ember itt az előbb, hogy lehet duhajkodni? Hát akusztikus koncerten még a duhajkodást azt nem, de akkor talán akár kezdjük is el a duhajkodást. Hoztunk egy nagyon aranyos nótát, ez szerintem 2004-ben volt az egyik albumunkon. Már érzem, hogy jó, nagyjából ennyi a refrén, és ezzel itt belemennénk az akusztikus, hát ilyen, a langyos vízzel elkezdjük, aztán egy picit föltekerjük, jó? Ez ilyen ringatózós, nincs nagyon hideg itt. Nem fáztok nagyon? Nem, akkor ide fröccsöt kérünk, oda meg rövidet. De szóljatok, ha van valakinek kis rövid, mert nem szabad inni állítólag. Fröccsnek álcázva jöhet. Ki az, aki ismer ezt a nótát? Most érzem, hogy jó. Sehol fehér. Nem vagyok,
sose még. Mozdul a vágy, lassan elolvad már a világ. Ó, én nem tudom, hogy ki, miért vagy és meddig mi. Most érzem, hogy jó. Hogy mindegy szoktunk járni erre a játszótérre, mert itt vannak kacsák is, meg lehet etetni a dagi halakat. És idefelé kinéztük, hogy hazafelé, hogyha elég fröccsöt iszunk, az egyik dagi halat fejbe vágunk és megesszük. Sushinak. Szegény hal, persze nem kívánok. Figyelj, van itt egy olyan nóta, amin tulajdonképpen sárban szoktunk mászkálni, és emberek arcán ugrálunk. Most nem tudom, hogy fogjuk interpretálni ilyen körülmények között, mert úgy látom, hogy még egy kicsit feszültek vagyunk mi is, mert hát ti nem csak várjátok, hogy mi lesz. Egy picit mi még feszültek vagyunk, mert így tudod, megvannak azok a rock mozdulatok, amit ilyenkor az elején csinálni szoktunk. Én néztem a nagyokat, meg tegnap mikor voltunk? Tegnap voltunk? Tegnap előtt voltunk. Ki volt Depeche Mode koncerten? Ez nem az a közeg? Szóval volt egy Depeche Mode koncerten, és a gyermekkori hőseinket láttuk, és Dave Gahan ott volt, és 56 éves kurva jól nézett ki. Így megmarkolta a férfiasságát. És mondtam, jó van, figyelj, 24 ezer ember előtt bármi működik. És akkor, amikor ilyen rock színpad után, így az ember ide fölkerül, akkor a nagy metal tervez az kilőve. Csak egy ülök, megpróbálom kulturáltan tulajdonképpen érintkezni veletek, aztán ez elmúlik egy idő után. Amikor látom, hogy már rólatok is leolvad mindenféle kötelező, meg a szocializáció terhei, meg itt tulajdonképpen ez egy kultúrközeg. Én tudom, én észrevettem, hogy itt ilyen kultúremberek vannak, és megszokták, hogy jó minőségi szórakoztatást kapnak. Na! Szóval próbálom összeszedni magamat, aztán majd elmúlik, jó? Ennek a nótának az a címe, hogy mindenki másképpen egyforma. És na mit csináljunk? Jó, a vetkőzés az még korai, a malackozás az, hát nem is tudom, hogy el fog-e jönni, de remélem. Tapsoljunk? Vagy tüpörögjünk a lábunkkal? Melyik? Az inkább nem? Mindenki másképpen. Azaz, ott már megszólal. Mindenki
mindenki annyi. Mindenki a vár vonogatás az jó. Egyforma, ez jó lesz, és az csöndes. Mindenki, csak kultúrát. Mindenki, mindenki, egyforma. Fogadkozó, meg feledkezel, meg tárgyalít szemekkel szeretkezel. Ördöggel parolálsz, mennyekkel szarulálsz, bűnös vagy, hiába fellebezel. Bírmálkozol, meg temetkezel, meg elmúlásokból merítkezel. Mágyára raknak, akik szenté javatnak, meg is újabb körökre jelentkezel. Úgy kéne, ha nem volna, ha nem lennél, ki bótolna, mert mindenki. Meg pereskedés, meg előre megrendelt népfelkelés. Képlékeny vagy, mint a lába, lámpa, annyi igazságra, meg a feleskedés. Átlátozás, meg hasonulás, meg önmagunkkal való találkozás. Királyok bolondja, bolondok királya, tiéd a pálya, meg az előadás. Úgy kéne, ha nem volna, ha nem lennél, aki pótolna, mert mindenki másképpen egyforma. Szóval, hogy is volt az a válvologatás? De jó, látok, ja nem. Ez a tipikus 4-es, 6-os. Csak mit szóval? Na, majd átcsináljuk. Döcögünk. Hónaljak, belekerülnek az arcokba. Csak meg akartam osztani. Amikor kicsik voltak, akkor még mindenkinek szőrös volt a hónai. Ez tök normális volt. Nyilván ezt most én abszolút nem kellett mondanom. Csak így eszembe jutott, hogy olyan hónai cicákkal lehetett találkozni. Igazi muffok nőttek. És akkor tudtam meg, hogy mindenféle szaglóizom körülbelül 2 perc alatt alkalmazkodik a legvédősebb szakhoz is. És akkor ezért mindig a 4-es 6-oson. Elmúlik. Kicsit olyan, mint amikor a kisfiamnál van a telefonom. Rohadt fontos bejövő hívásom. Add már ide, amit. Hagyjad anya, elmúlik. És te kéne szabad. Na figyelj. Ilyen jelenléti hív legyen? Aki már úgy érzi, hogy itt van, az így fölteszi a kezét, így egy kicsit ilyen 4-es hatod, nem kell jönni, csak ilyen. Nem lesz hosszú. Akkor még krenkolom magam, jó? Jó, de értem, amíg annyira nem volt a pincesen, hogy csak megerősítem. Van miért, sok minden értem. Köszönöm nekem, köszönöm. Aki akar, hogy fölmacsítja, de nem fogad cseszteni titeket. Helyesség igaz. Figyelj, mindenki. Kérnénk oda ki fröccsöket, meg rövidet.
Aki becsempészett rövidet, adja ma oda ki egy kicsit. Mm. Miután itt átment rajtunk. Van olyan kávé, aminek át kell menni egy macskán, és akkor lesz igazán tuti, ugye? Na, mi így vagyunk a rövidben. Úgy kínáljuk, hogy átmegy előtte rajta. Úgy ezt meg a Facebookon. Majd többet kell innom, vagy kevesebbet. Na, az a helyzet, hogy itt feszegetünk még társadalmi problémákat is. Ilyen például a megcsalás. A megléte probléma. Na szóval, van ott egy olyan nótán, aminek ilyen spanyol hagyományai vannak, tehát itt visszanyúlunk egészen a cojonesi. Angol nyelvi nóta. Egyszer berúgva írtuk is. Az a címe, hogy Love a man, show me your balls. Édes egyetlen szerető férfitársam, mutasd a golyóidat. De úgy, tehát olyan pozitív értelmű, megnézném, ha már. Ha mutiba való. És ehhez így, mármint, hogy kerek legyen a sztori, nyilvánvalóan spanyol gyökereket képletjük, mert ez olyan sarkalatosan igaz, és ilyen cojonesbe markoló. Jó, nem. Szóval, ez a nota. Ne, you play me up, but I'm not your game. Call me things that I ain't my name. Fill me up with a whole lot of shame. If you love or leave me, baby, not all the same. Give it up, but you're back for more. Lifting me up just to make me crow. I'm making me cry. What's your rock and roll? You burn a hole inside my naked soul. Not mine, anyone's baby but mine. Not mine, someone else's lover but mine. I give it up, but you beg for more. Lifting me up just to make me crawl, making me cry. What's your rock and roll? You burn a hole inside my naked soul. Not mine, anyone's baby but mine. Not mine, someone else's lover but mine. Hogy túl vagy már minden. Soha sem mond. Beled száll. Hogy túl már nincs nekem. Mindig van új, s még újabb. Hát várjuk a csodát. Soha sem mond, hogy nincs tovább. Nagyon tág a tűrés határatok. Egészségetek! Depeche Mode koncert után elmentünk, volt egy kapufa nevű bisztró, vagy nem tudom, hogy hívja. És leültünk ott a gyepre. És aztán eszembe jutott, hogy jé, régen itt volt az E-klub, meg hát most is ott van.
láttuk, hogy régen még jártunk is arra, és kiderült, hogy ott volt a Depeche Mode After Party. Anna, menjünk már be? Na, hát addig ki is józanodunk. És benéztünk az E-klubba. Fú, nagyon durva volt. És ott volt az egész generáció. Mármint aki szereti a Depeche Mode-ot. Tudom, hogy ti nem. Meg egy pár Duran-Duranos is ott volt. Nem volt kompatibilis. Duranos vagy, de depeses vagy. És aki depeses volt, az Martinos vagy, vagy déves vagy. És aki déves volt, az korai déves vagy, vagy késői déves vagy. Szóval oda bementünk, és így, hát egy ilyen diszkószerűség volt, és akkor kivetítették a régi Depeche Mode számokat, és mindenki egy picit így visszagondolt egy csomó mindenre, ami történt a tinédzser korában, meg a gimiben, meg mit tudom én. És először úgy gondoltam, hogy húha, mindenki egy picit megpróbált ellazulni, nem biztos, hogy sikerült, meg gondoltak arra, hogy másnap a gyerek, meg haza kell menni, mert már józanodni kéne, vagy mit tudom, mosatlan, meg a csekkek, mi lenne. De mégis úgy gondoltam, hogy aki legalább oda lement, és így egy kicsit így megszurkálta a múltat, meg előhozott színes lufikat, színes tükrökbe belenézett, az már tök jó. Van itt már csak egy karnyújtásra van az, hogy tök ugyanaz legyen, mint annó, mint amikor Depeche Mode-osok voltunk, meg Duranosok voltunk, meg Brosszosok. Ki volt Brosszos, na? Ki ismerte a Brosszt egyáltalán? Brosszt? Voltam Brosszos. Brosszos volt. Akkor mi éppen Sex Pistolsosok volt? De úgy belefért, hogy volt egy olyan barát, nem is akkor. Kártyát kellett tenni a cipőre, vagy mi volt? Nem? Órát meg kártyát, igen, alapot. Én nekem nem sikerült, az dugóhúzóknak. Én nekem volt olyan barátom, az a műanyag bor, vagy nem dugózás, az a műanyag bordugó. Ez is jó történet. Az sikerült lakosszikörre ráplikálni. És ki szerette olyankor, mi volt a Run DMC? Run DMC? Azért csak letöltük a Volkswagen jelet meg a Mercedesnek, és ott voltak a nyakunkba. Akkor még nem büntették, csak a tulaj. És én tudtam legjobban Depeche Mode-os kockafejet nyírni, igaz, hogy 4,5 órába telt, de az öcsém összes haverjának én már volt akkor fekete lyuk, meg pecsa, meg az E-klub. És akkor ott álltam, és láttam, hogy a 40-esek így tombolnak, meg táncolnak, de kicsit gondolnak a holnapra, és azt mondtam, hogy tök jó. Tök jó, legalább most már bokáig vagyunk abban, amit valaha életnek hívtunk. Mi lenne innen még két fröccsöt, és akkor fejest ugranánk bele. És ez úgy jó ötlet volt, ezt nem mondom el, hogy mi történt még az este. Kicsit később elmondom, hogy ugrottunk a fejest az este. Tiszta udvar, rendes ház, csillapítóval, kezelve a láz. A kerítések, égig érnek, tilosban, ha sétálsz. Biztosan bemérnek. Van ami repülés, napba merülés, szabad esés. Neki szabadás, film szakadás, szabad esés. Nálad a csodaszer, amit a beveszel, szabad esés. Minden tagadás, teljes megadás, szabad esés. Úgy kéne még. Tiszta udvar, rendes ház.
Poénkodtam azzal, hogy kifogni az aranyhalat, meg jó megenni, meg minden. És akkor vannak olyan kisebb tavak,
mesterséges tavak. Amiben annó divat volt így beledobálni pénzt, nem? Emlékszed? És akkor szerencsét ki. És akkor vannak, voltak olyanok, akik így nyúlkáltak be, és így vették ki a pénzt egy picit. Legalább egy maroknyi voltak. Ez is ilyen aranyhalas tó. Az egész... Nem akarok nagyokat mondani, de... Az egész élet ilyen aranyhalas tó. És van, aki mindig csak nézi a nagy, dagadt aranyhalakat. Van, aki meg az élet le, tudom, egy fejbe vág, jó, megeszi, ha! Van, aki meg hiába nyomkál, nem kap el egyetlen egyet sem. Aztán elalszik a tó mellett. Aztán másnap reggel, amikor jönnek a takarítók, akkor megrugdossák, meg kicsit a söprűvel megböködik. Mi van, nem nyitott neked aranyhal, bazeg, mi van? Ennyi már adék, mert büdös vagy. És akkor oda elmegy az egyik bokorba, ott meg az anyukák szólnak, mert hogy égse a gyerekek ne nézzék, hogy itt a büdös bácsi itt van, meg hogy is néz ki. Meg ott a játszótér van. Aztán oda megy, a plázához, ott legalább jó meleg van. A nyáron meg légkondi. Ott még a nagy bejáraton sem engedik be. És akkor mindig arra vár, hogy elaludjon, vagy bevesz valami nagyon sok mindent, hogy elaludjon. És nagy dagadt aranyhalakról álmodik, akik kiugranak az ölébe. Szóval a 4-es 6-os egy kicsit erről szól, nagy dagadt aranyhalakról. És hogyha lehet, akkor ezeket az aranyhalakat ebben a módában én átnyújtom azoknak, akik nem tudják kifogni azokat. Nézd azt a szarkopacot, na ez lennék én. A kicsit megpiszkálom, hát talán még él. Na ebbe szeress bele, hogyha szent akarsz lenni. De Teréz anya kettő, elég lesz hozzá ennyi. Ha valaha akartál, most csókoljál szájon. Ha nem zavar a lélek, amint itt kifolyik a számon. A te szent irgalmod, nehogy kárba menjen. Értem, nem jár bónusz már oda fenn a mennyben. Kicseres, ha mersz, ha most legyél haza. A vasárnapi ebédekre, na így vigyél haza. Halálfélelmemben, ha a nevem sem tudom. Mondd mellém, mersz a ülni még, a 4-es 6-oson. Most épp egy perge élem, most még rászámolnak éppen, nyaka a kötélben. Ne tapsolj túl hangosan, nehogy félre lépjen. Hát majdnem ennyi volt, valamit megint kitalált. Mi meg tapsolunk, ha elesik, és sírunk, hogyha feláll. Repülnek a kések, nem baj, ha néhány betalál. A festett arcon maszkok mögé, nem lát be a halál.
nagyon szép nóta. Ezt a kedvesemnek írtam. Majd minden nótát a kedvesemnek ír. Amit nem neki, azt a kedves gyermekemnek írják. Ezért kellenek kedvesek, hogy írjunk nekik nótát, meg bablevest, meg puha ágyat, meg ilyeneket. Emlékszem, tudom én, valami bajom volt, nagyon kórházban voltam, és átértékeltem a dolgokat, hogy az a jelen már megint menni kell, meg csinálni kell, meg fölni kell, meg írni, nem is volt olyan rossz, nagyon szíves, hogy csinálom azt, csak most itt ez nem annyira fajn. Szóval így írjunk nótákat a kedveseknek. Bablevesből, fűnyírásból, horgoljunk nekik zoknit, amit soha nem vesznek föl, de azért legyen. Csak nem olyan kötelezőre, akkor engem ne legyen zokni. Ők is örülnek nekünk, nekünk is örülnek megcsinálni. Akkor csak legyen egyszer egy évben bableves. Semmi több, soha. Pirítós, 364 nap. És egyszer, amikor úgy érezzük, hogy na most, eljött az az idő. Bableves. Innét. Bableves. Úgy fog megszólalni, mint a legszebb Erik Clapton. Mi volt itt a bablecskóban, te hallja meg a hát! Lehet, hogy a kiéheztetés tette meg a sok kis épirítós, de éreztem, hogy szeret. Szóval ez egy ilyen út, azt a kedvesnek írtam. Az öcsém szerint, akit egyszer elküldtem magam helyett a Petőfi Rádióban, nyilatkozzam, mert én olyan mindig van pozitívan nyilatkozok a dolgokról, mert nagyon imádom, amit csinál. Ez meg elment, és akkor mondta, ez olyan érett szeleremről szól, olyan érett. Jó, hogy nem mondtad, hogy mikor születtem, hanem hát kész. Volt olyan vidéken, amikor fölléptünk Paradicsom Fesztiválon, volt egy nagyon buszkó hölgy, aki az egész Wikipédiát letöltötte rólam, és föl is olvast, és úgy kezdte, Pásztor Anna 1972. november 26-án született. És ott voltam éppen izé királylánynak öltözve. Beszélj, én most sokáig már átöltözök. Azóta inkább elmegyek a rádióba nyilatkozni. Jó volt, mert azt is bevallotta, hogy nem vagyunk kész a lemezen, még messze nem vagyunk kész, mert én nem. Oda ment és tulajdonképpen hamuncolt a fejére, és gyorskoroztam a lemezet. Mert ő igaz, ő így vagyunk, így Ying meg a Yang. Genyó meg a genyó, ő is genyó meg én is. Szóval, ja, karjaid van, ja, nem pofázott már. Ez jó, ez a melódia. Végtelen fejfasz, még van benne, van még. Akkor lehetne egy nótát írni. Szólj, mikor van vége a körnek. Vagy a kollégina majd szól, hogy mikor van nagyjából vége. Na, most ennyi volt már vele, nem? Tedd már le. Ja, ez a fölhívás, jó. Szoktatlan-e, vagy dolgát végző vagy? Védtelen vagyok a világban, ha nem vagyok nálad. Örülsz, ha érkezem, meg rossz, ha védkezem, fogod a két kezem, amíg megérkezem. S ha térden állva látsz, amit érted, koldulok, csak annyit kell, hogy mondj nyugi, itt vagyok. Kéred a holnapom, ígérem, megkapod, de szeresd a vesztest, és ne csak a bajnapot. Láttál már Kábán, elhullva gyáván, láttál már félszegen élvezett vészegen vergődni más valaki ágyán. Lelkem a lepedőt, könnyem a temetőt, lopok egy csillagot, amit te markolod melleimmel a múló időt. És én majd sírok, ameddig bírok, míg szemeim szárazon túl lesznek már azon, hogy vége. Kéred a holnapom, ígérem, megkapod, de szeresd a vesztest, és ne csak a bajnokot. Néha túlpörög már ez a földvelő, meg a szem
szembe táncolva fékezünk karaitban, karaitban, karaitban. Ez a világ már végleg megkerült, mint egy bunkerét vesztett menekül, karaitban, karaitban, karaitban. És a gyerekség fel majd, és kell a hely, kicsit többet kell majd, hogy átöl egy karaitban, karaitban, karaitban. És ha menni kell majd, te átölelsz, csak annyit mondunk, kalandra fel, karaitban, karaitban, karaitban. Szólva fékezünk karjaidban, karjaimban. Ez a világ már végleg megkerül, mindkét bunkerét vesztek, menekült karjaimban, karjaimban, karjaidban. Nagyon nagyon szépen köszönjük. Szóval mi vagyunk az Anya and the Barbies? 3/5. Azért vagyunk így feldarabolva, mert kicsit hiányzik a ritmus szekció, azt úgy tulajdonképpen érezni lehet, hogy nincs az a rüktetés, ami Marcikával van. De egyrészt jó, mert a Marci mindig túl csinálja magát. Annyira unja már, meg nagyon tudja, mert ő ilyen bölcsész, tud, mindent tud. Az összes szerelmet nagyon tudja, hogy én elrontom, akkor hát nézek, tudja. És tudja az összes fokát, mindent megénekel, és amikor nagyon unja magát, akkor megspilázza, túlspilázza, elkezd, hogy ő jazz lesz, meg minden. És így most egy ilyen letisztult formáció, szövegcentrikus. Ezt ki ismeri, ki ének lesz, ki ének lesz, ezt ki ismeri. Ez Erdogan. Ez Erdogan. Mindig szoktak így kiabálni az utcán, hogy Anna! Jövünk a trackbe! Mindig vissza szoktam kiabálni, én is! Na, hogy... Tehát ez az éneklésre vonatkozik, hogy van-e kedvetek? Gyorsan! Elismételjük, jó? Ugyan az első verszak, ahogy az utolsó verszak. Meg van spórolva egy verszak. Tehát, hogy főzünk csókból baracklekvárt, amíg van elég. Erre jön egy rím. Amíg a nektár túl nem csordul, a pereme én. Pereme én. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. A jó lesz majd. Gombóc. Közepén. Ez én velős csont volt, igen? Na, mehet. És mindehez egy ilyen lájtos bécsi balcer. Állítólag ez az én 6-6-6-42-et, jó? 8-at. Azaz. Sosem voltam jó matek. Én ringatózós. A fenekünk egyszer farpofa, jobb, bal, farpofa. Vagy 8-as. A 8-as az haladó. A 8-as az úgy kell, végtelen, tehát 8-as. Csak így mondom, aki nem ilyen onnan a Barbies fan, mert mindig ezt tudom, akkor nem félsz el a segéd, akkor egy 8-asokat kell. Tehát ez a végtelen, tehát jelen. Nem olyan egyszerű, hanem mindig egy papír, jó papír. Mehet? Annyi sokat nem van. Főszünk csókból, barack legvább, amíg van elég. Amíg a nektár túl nem csordul, elemény. Egyszer minden fontosabb. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mindenki.
azt szoktam mondani, hogy igen, tisztelt fesztiválozók, kocsmázók, kocsma töltelékek, haverei. Van egy jó hírem számotokra. Szabad a csók. És egy ideje már csak annyit mondok, hogy a csók az még szabad. Lopjatok csókot. A Mammutból. Tesco-ból. A Millipopból. Csókoljatok meg egy aranyhalat. Hát a béka lesz belőle, azt is meg kell csókolni, aztán valamikor valamelyik fogom csókolni. Nem csak egy királyfő, egy királynő, ez fogom, sokat kell megcsókolni. Na, mindenféle állatot csókolni, tehát ezt egyszer, ez csak lesz valami, valami. Nem? Ha nem, 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 igen, nem. Na, még egyszer az első verszak. Mert? Jaj, nem áll. Főzünk csókból, maradsz kekvárt. Amíg van elég, amíg a nektár túl nem csordul a peremér. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Köszönöm. Olyan jó lesz majd egy gombolc közepén. Nekik, hogy rockerek vagytok, kész, láttam, bejöttem, mindenki szépen ült, aztán mondtam, hogy ez a kerület, mert mondták, nem itt viselkedkem, ne. Ötről megnéztem, rockerek. Csak jó vannak álcázók. Most egy olyan szám jön, amiben egy nagyon hosszú bojtos farok. Nem, Dave Gehen, nem, nem. És két szarv, meg panna. Na, ez a három, ez nagyon fontos szerepet játszik, mert akinek ez van, az ördög. Vagy Devil, Diablo, El Diablo. És ennek a lopának az a címe, az ördögre kacsintva. És már megint a megcsalásról szól. Egészség! Tessék fogyasztani ott a pultnál, szorgalmasan. Ha félne adnának rövidet, azt ide, a felét. Megfizetem. Ha nincs rajtad melltartó, akkor jobban lehet rázni. Menni kéne, de itt hagyni téged már nincs erő. Minden napon csak húzol a végzet felé. Ilyenkor kijön a stripper. Jani, mindenki tudja, ki lát hányszor is, mintha holnapja másképpen néznének mindenhol. Azaz, köszönöm. Minden nappal csak húzol a végzet felé. De ami mindenki tudja, hogy kivel hányszor és mintha egy hónapja másképpen néznének mindenhol. Na gyere! Elmondom annak, hogy nem szoktak ilyen, tulajdonképpen ilyen vaddisznó koncertekre járni, hogy én menni a részén, így leszoktunk térdelni, feküdni, ülni valami. De aki már ül, az azt én abszolút megveszem, de ha szeretnétek lejjebb menni, mindig van lejjebb. Mindig van, én elárulom, nekem mindig van lejjebb, nekem mindig sikerül. Lejjebb menni. Nagy átlagnál. Na szóval, hogy ennél a résznél ne szoktunk ülni, meg ugolni, meg tudom, fetrengeni egymáson, meg ilyesmi. Csak hogy kedvet csinálják azoknak, akik nem voltak. És ilyenkor
ennél a számlán szoktam mindenkinek az arcára mászni, vagy kettő? Tudjuk, melyikben nem. Ja. Szóval, és van egy ilyen interakció. Tulajdonképpen ez egy ilyen, egy rituálé része. Mert hogy valaki azt írta róla, hogy én ilyen sámát vagyok. Tök jó, azonnal elfogadtam, nagyon jó, nagyon jó. Azt is írták, hogy a nemzet csótánya vagyok, pisz csótánya. Az még jó, az egyen még jó. És ennél résznél én a gyülekezetemnek meg szoktam engedni a megbánást. Mert én egy ilyen pásztor vagyok, hogy én. Van is mindenkinek mit megbánni a koncerten, meg nekem is, jó? És akkor, hogy ne bonyolítsuk túl, meg az üdvözlőjét bánja, meg minden ilyesmi. Azt én nagyjából zanzásítottam annyira, hogy sajnálom. Tulajdonképpen ez mind azt jelenti, hogy nagy liturgiák, meg minden, azért megyünk oda különben, meg hogy egyrészt tök jó néz ki egy templom belülről, meg mindig van jó gyerekkórus, azt a Simi utálja. Ha valamit utál, az az akusztik buli, meg a gyerekkórus ezeket mert ez igazából ilyen félakusztik, ilyen, tehát nem teljesen ülős, ő guggolósnak hívja, mert azért a kis erősítéjét eljehoz és beteszi a izé és ámli elő. De amikor egy szál izé akusztikus gitárral kell az Ohio-t játszani, akkor meghalk az készére. Ha egyszer úgy látjátok, akkor lőjétek le, ezt ők érte. Na szóval, ja, hogy mi van? Ja, hogy igen, azért megyünk a templomba, hogy annyit mondjunk, hogy sajnálom, megbasztam. Mert amikor nem baszod el, akkor nem mész templomba, nem azt nem mondod, hogy nagyon jó voltam, írd már alá, piros pont, itt van, kérjék egy matricát. Na, szóval sajnálom, mert ennyi. Na, hogy benne vagytok egy ilyenben? Sajnálom, ura vissza sajnálom. Na, ugye Simi megmondja, hogy hol kell bemondani. Na, már megint elkezdtek művészkedni. Sajnálom. Sose gondoltam volna. Sajnálom. Na, gyere. Sajnálom. Ennyi. Sajnálom. Bocsika. Sajnálom, hogy a jövőre mégsem, jövő után már nem. Meg a tegnap itt is összeült. Meg még a ma este, hogy minden szült. Meg akkor már megvárom a reggelt is, a jövőre szült. Meg a nyarat csak előre. Lehet, hogy le lehet törleszteni előre, nem? Sajnálom, a Sziget Fesztivál. Meg a Hold Fesztivál. Meg a Melóból kicsit később meg. Ez a zajló. Figyelj, gyere! Sajnálom. Szóval nem vettek nekünk olyan igazi gyermeklemezeket, kazettákat, vagy csak lemezeket. Úgyhogy nekünk az első kazetta az Bob Marley volt, amit kaptunk. Igazából elcsoltam anyámtól, mert ő külföldről kapta, és akkor a kis piros Walkmanbe azt raktuk be, utána egy ilyen nagy befőző gumit raktunk rá, hogy mégse essen szép, mert na, akkor szép is. És öcsémmel fölültünk a versenybiciklire. Nagyon szabadok voltunk, mentünk a Balcsira. Egy ideig biciklivel, aztán mondom, a biciklivel együtt.
a főtört a segélyünket a versenyt. És ezt hallgattuk. Ennek a nótának az a címe, hogy Burning and Looting. Ez egy Bob Marley nóta. Nem nagyon értettem, hogy miről szól, csak nagyon éreztem. Ilyen kicsit ilyen refugee voltam öcsémmel együtt. Otthonról elmentünk, mi voltunk a refugee-k a Balatonnál. Meg vissza. Ha nem baj, akkor elénekeljük nektek, jó? This morning I woke up in a curfew. All my love, I was a prisoner too. When the nights to wake up, fresh is holding over me. They were home dressed in uniforms of brutality. How many rivers do we have to cross until we can sail on to the boss? All that we gain seems to be lost. We must have really paid the cost. That's why we're gonna be burning and not losing tonight. Sinners go to heaven. 666 makes you wanna get a fix. 555 doing wrong will get you right. I'm the one to blame. I'm the evil king. Shoulder to shoulder spread, catch my burning flame. Me myself and I, it takes three to blame. My brain's a battlefield. Watch me lose the game. Won't you let me lay down here beside? Lay down here beside. Save me from my own. To reach the door, free, they're free, who you never wanna be. 2 by 2, do what you wanna do. 1 by 1, lose the nation, will be gone. I'm the one to blame, I'm the evil kid. Soldier, soldier, spread, catch my burning flame. Me, myself, and I, it takes three to play. My brain's a battlefield, watch me lose the game. I made it all the way. It's the Freudian way. Seeing so much made me blind. Now I'm tired of the game. I'm the only one to blame. And I'm about to lose my mind. Won't you let me lay down here beside? Lay down here beside. Save me from my own world. Won't you let me lay down here beside? Down here beside. Save me from my own world. Again, you got a second to see me in fear. Túl loptunk.
Nem, nincs utána a zenekar, vagy diszkó, vagy valami nekkor. A szimpor! Beszélj a burakkal, burak az ügy. Na figyelj, írjátok még, tehát ott van még ilyen. Van egy ilyen, van, tulajdonképpen itt van egy ilyen vonal húzva, és akkor így szoktunk egy olyat, hogy ilyen visszatapsolni. Nem érdemes túl messzi, mert messzire menni a fröccsről az embernek. Képzeljétek el, hogy elhívtak engem, mire legyen zenei aláfestés? Képzeljétek, elhívtak engem, nem tudom, hogy kerülök én oda mindenféle jó helyekre, tehát ilyen nagyon kultúr helyekre. Elhívtak múltkor engem egy az arénában, a Paplegykóban, volt egy ilyen motivációs nap. Ez most így már elkezdett Magyarországon is divat lenni, rögtön az amerikaiak után. Itt is motivációs nap. Nagy amerikai, nagyon-nagyon sok ezer könyvet eladó guruk jöttek, akik ilyeneket csináltak, hogy senkinek nem mondom a kedvencét, de jött egy csávó, tök jól nézett ki, meg volt egy ilyen kínai csaja, az meg még jobban, de lehet, hogy táj volt, de még jobban nézett ki, és felment a színpadra, és ott kéket érzek, ott rózsaszint, itt meg fehéret, mindenki vegye meg a könyvemet, sziasztok! Ez menő vagy! Ez a hakmit, ez fejez, még nincs csiszolj. És volt egy nagyon helyes, nem tudom, mi a korrekt. Na, egy fekacsaj volt, nagyon aranyos csaj volt. Lisa, ha jó összehavargottunk, meg utána elmentünk szórakozni, és meg minden. És ő tök jó dolgokat csinált, meg tök jó dolgokat is mondott, csak igaz, hogy tulajdonképpen ilyen amerikai feka dolgokat mondott. Nem nagyon tudtunk azonosulni vele, tehát így azt a fajta életstílust mi nem nagyon ismert, de jókat mondott. És akkor mondták, hogy akkor ha már zenélünk, mert mi zenéltünk, azért hívtak minket oda, zenélünk, akkor mondjak már valamit. És mondtam, persze annyit tudok pofázni, mint állok. És tőle kimentem így, és egy nagy reflektor volt rajtam, és fehérbe voltam, meg gondoltam angyal jelenés. És ez a dosszié volt a kezemben, ezt még gyerekkoromból sikerült. Emlékeztek el, aztán mondottam, hogy ebben korrekt vagyok, ha ezzel megjön, tévében mondok rá, és ilyen van, de utolsó pillanatban jutott eszembe. Volt rajta négy szó, amit úgy gondoltam, hogy az alatt a fél óra alatt így nagyjából ehhez fogok ragaszkodni, mégis valami legyen. Mert hogy én ebben nem voltam képzett, és akkor, hogy mielőtt fölmentem volna a színpadra, ugye fehér uszály, meg minden volt rajta, mondja a jelenés, azt mondja a billentyűsünk, hogy láttad az indul a bakterházat? Mondom, aha. Ez megvan, hogy ott van, kísértetek a Najnál. Közben ezek a segített, itt ott tele van az aréna, nekem valami értelmeset kéne mondanom, az életvezetés. Úgyhogy ezt elmondtam az első körben. Aztán, amikor megakadtam, akkor azt mondtam, tehát volt egy ilyen félig nyitott mondat, nem tudtam, hogy lesz vége, mint általában mondataimnak. Amikor az életedben megakadsz, bárhol. Nem baj. Itt kikapcsolt minden. Ha. És így hallottam, hogy végre így letörlik az ízeltság cseppéket a tolmácsok, mert így szinkron tolmácsok. Ha. Délelőtt fél tízkor megiszol egy fröccsöt. A következő nótán Gerről szól, az a cím, hogy légy kézzel. Rá kell hangolódni. Három szóból áll a refrén. Légy kézzel, megyek hozzád. Instant megtanulható. Mindenki rendben van ott a pultnál? Köszönösek az emberek a pultnál. Adjatok már neki kinni! Röviden! Akkor hosszú. Na figyelj! Kicsit pörgünk föl, mi a vége a buli. Azaz, szóval négy kézzel, megyek hozzá. Ennyi. Zsenem több, zsenem kevesebb. Maestro! Négy kézzel! Megyek hozzá! Négy kézzel! Megyek hozzád. Lehet, hogy nem hisz, ez olyan kerek. Merek mennek, s mondok nem. Ide kéne jó.
Lehetetlen, hisz ez olyan kerek, merek menni, nem is mondom neve. Ide kéne jól költözni, nem kéne többé kiöltözni. Tulajdonképpen Excel Rose-nak, vagy mindenkit egy Slash-nek öltözött, nem? Slash-nek öltözött showtartós Csajci. Rosszul fog viselkedni. Na, bírjátok még? Még van két nótán. Igen! Viszti? Mikor megy az utolsó metró, vagy mindenki itt lakik? Nem. Messzi. Négy két lak megyen. Van egy olyan nótánk, amit lehet, hogy ismertek, mert a Kardos Horváth Renóval egyetemben ketten írtuk. Ennek az a címe, hogy... Ez ilyen Dafke anti szerelmes nóta, ez ilyen bemutogatós, tudod, az igazi megsértődött, soha többet nem veszek. Észrevettem, ma a kisfiam is eltanulta a besértődést, mindent azonnal eltanulnak. Láttam múltkor, hogy úgy sértődött be, hogy azért lássa. Hú, mondom, ez én vagyok összes. Szóval ez is olyan, a Kardos Horváth Janónak volt valami szívfájdalma, nem tudom melyik csaj, vagy hanyadik csajnál volt, és akkor írt egy ilyet, hogy Anna, figyelj, írtam egy nagyon jó nótát, nagyon. És mondom, figyelj, és mi a refrény? Ünnepélyesen fogadom, hogy nem leszek többé szerelmes. Mondom, jaj, Janókám, jaj. Igen, nagyon fáj, mi? Akarsz inkább inni valamit? Biztos, hogy nóta nagyon jó lesz. Kéne, hogy te is énekeld vele, meg írjál bele. Úgy mondom. Aztán először ittunk, aztán írtunk hozzá, aztán elküldtük a rádiónak, azok meg játszák. Sokaknak van ilyen fájdalma, na. És akkor ilyen Dafke, beülünk a sarokba, és soha többet nem veszek szerelmes, érted? Belérnek főleg. Mehet? Ezután már csak egy nóta van, úgyhogy ez az utolsó bemelegítős nóta a hazamenéshez. Akkor még várjuk egy. Na, ünnepélyesen fogadom, hogy nem leszek többet. Szerelmes. Olyan, mint a szeme, olyan nincsen ebbé. Olyan, mint a szíve, az is teljesen lehetetlenség. Olyan álmod az, amit nem a visszafényké. És vélem, sincsen olyan különbség. Egyeség. Olyan, mint a szeme, olyan nincsen ebbé. Olyan, mint a szíve, az is teljesen lehetetlenség. Csincsillapvázása hozzáképes, sorozatom az ló. Olyan erős egy egét, arra semmilyen szó se jó. Ünnepély sem fogadom, nem leszek többé szerelmes. Ünnepély sem fogadom, nem leszek többé szerelmes. Ünnepély sem fogadom, nem leszek többé szerelmes. Nem leszek csúcsim a játék szeret, ne legyél velem lettes. Ez itt a rap részt, ezt sikerült beleírnom.
Janó írt egyet, de azt én nem ők hajlandó elmondani, azért az én csávós, az nem. Póstás, meg mit írt? A villagó sárkány. Volt benne sárkány, meg Árpádapánk jobb keze, meg minden volt benne. Ez ki? Nem. Ja, meg ezért mi van? Rosszlányom.hu-t is bele. Hát ez a Janónak az a saját szabad foglalkozása. Kitakarom én, ki vagyok, úgy akarom én. Néha olyan nagy a fény, hogy elfogy a levegő. A szívemben a kis hiába a menekülés. Addig él a szerelem, míg meg nem öl az ölelés. Megfogadom százszor, nekem a nyugalom a jó. Ha hullámzik a tenger, meg én engem visz a hajó. Olyan, mint a szeme, olyan nincsenek még. Olyan, mint a szíve, az is lehet jelenség. Lila a seggem. Bárkit érdekel. Csak ha véletlen úgy összekeverünk, és akkor néznéd, hogy mi van, akkor na, hát jól éreztétek magatokat? Igen! Maradjunk együtt. Jó, hát én ezt így magamra vettem. Igyekszem. Nem tudom, miért, de azért. Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy játszottunk. Hát, hogy megyen triért? Veletek igazából veletek. Hagytátok, hogy mindenféle hülyeséget beszéljék, és még jó néven is vettétek. Ajjaj. Annyi minden hülyeséget csináltunk az öcsémmel, meg azt is szerettük azért, de az asztal törölgetés azért nem volt a toppon. Diszkóban. Most
meg tök jó, hogy ennyien vagytok kíváncsiak arra, ami nekünk rohadtul fontos. És a hetszokámmal jó megszorogasztok magunkat a depes módon. Oda mentünk a pulthoz, és akkor mondtuk, hogy ilyen kis jégereket adtak csak, és egy órát kellett várni. Adérka mondta, mert jó menedzser azt mondta, jó hangosan ott voltunk benne a tömegnek elől. Nem ennyire egy óra! Mondtam, de innunk kell! Tepes mondtam. Oda mentünk, és akkor, hogy ne szórakozunk sokat, mondtuk, hogy 10 jéger. 2 pohárba. Tulajdonképpen nem akartam ilyen izére csúszott, nem mondtam, add ide az üveget. Az a billentyűsünknek volt a lagzián. Mindig oda kell menni egy ablakhoz, és akkor adtak ilyet én. Mire megint sorra kerültünk, add ide az üveget. Ez volt a harmadik, add ide az üveget. Utána meg becsináztak, kész. Azt ajánlom, mindenkinek lehet lopni, becsináztak. Nem tudom, kimaradt ez. Annyira jó, mert ide jövünk, és akkor mindenféle dolog volt, ma is, meg tegnap, meg lesz, meg minden dolog. Aztán így az első nótárban még úgy zavar vagyok, a második meg már úgy jó, meg a harmadikban már egészen hülye vagyok. A harmadik nótától becsináztak már megint. Csak ez egy ilyen jó csina, emlékszem mindenre, és nagyon-nagyon hálás vagyok. Köszönjük szépen, hogy játszottunk nektek, hogy zenélhettünk. Mi vagyunk az Anne and the Barbies. Része. Azért nézzétek meg az egész bandát, mert két lurkó nélkül, Unno Marcika és Vági Tomi nélkül azért olyan félkarű óriások vagyunk, és akkor lehet jobban rendetlenkedni az igazi nagy bulikon. Úgyhogy fesztivál Kiskosmabáról láttok minket, akkor van kedvetek ezek után. Gyertek el! Kezdjetek el élni.
Mitrát! Pásztor Sámuel gitárének! Én Pásztor Anna vagyok, mi voltunk az Onnan a 33. része. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk és játszottunk meg. Akkor vigyázzatok magatokra! Figyeljetek haza! És fogadjatok körökbe egy-egy aranyval, vagy egy-egy étekben. Nagyon szépen köszönjük!